Én nem hiszek a pásztorban, mint titulusban, mert egy pásztor van, Jézus Krisztus, ezt nem én nem hiszek, ezt mondja az ige, csak sajnos másképpen olvassuk a mai napig, de a pásztori ajándékról beszél a Biblia. A pásztori ajándék az egy, nem egy titulus, hogy ő a gyülekezet vezető, a pásztori ajándék az egy olyan személy, akiben olyan lelkület van, hogy például egy vámszedőt nem dob ki az ablakon, hanem szót ért vele, egy paráznát, egy prostituáltal szót ért, tehát van benne egy, egy krisztusi lelkület, tehát hogy mondjam, túltenk benne a Krisztusi lelkület, ezért köré törmörülnek az emberek, ezek azok az emberek, akiket, akiket, szeretnek az emberek beszélgetni, szeretik meghallgatni a beszédük, vigasztaló, megnyugtató, bátorító, intő, feddő, stb. Mindig ami éppen kell. Egy olyan ember, aki, aki az idejét, az energiáját nem kimélve, és ráadásul a tehetsége is megvan ahhoz, hogy az emberekkel, az emberekkel időt töltsön el, nem sajnálja rájuk fordítani az idejét, nem sajnálja megosztani a javait velük, mert ne felejtsétek, Kell. ehhez lelkület kell és nem tudás, hogy megosszam, van a másikkal,